Visszajöttünk, ez még mindig a Sportverda, velem szemben Sütő Enikő és Konko Jági. És még mindig Tordai István. Még mindig az vagyok? Még mindig. Jó, ez így van. Mondok egy felsorolást. A szalmakalapos férfi, a gyömrői könnyű búvár, szép autók, gyerekek. És akkor most mi jön? Na mi jön? Na mi jön? Na mi jön? Na, mi jön? A Csodaverda. A Csodaverda támogatója az Árkád Őrsvezértere bevásárlóközpont. Nyugodt vagyok. Ugyanakkor felszabadult. Mostani állapotomra talán a teljes megnyugvás a legjobb kifejezés, de ez már nagyon rám fért. A múlt havi Csodaverda végén már lázálmok gyötörtek. Képzeletben sétáltam, önfeledten szökeltem, és ha jól emlékszem, labdáztam is a szalmakalapos férfival, pedig tudom, hogy ő számomra csak fantom. Állandóan feltűnik, majd gyorsan tovaszáll, de ma nem lesz. Nyaralni ment, még képeslapot is küldött. Ma nem lesznek idióta jelenések, meg hallucinációk, csak is az önfeledt szórakozás marad. Menjünk is! ...2200 köbcentis turbodízel motor, több mint 180 lóerővel, tengernyi hely és tengernyi kényelem, ez az Opel Antara, amit most nagyon sokan várnak, mert ő kell a mai Csodaverda. Egy kis srác a gyömrői gyermekotthonból, Takács Zsita a Sport TV-től, Heinz Kata a Best Buy-tól, Kőrös András a Tampájától. Na ne! Na, hello, jó nép, megjöttem. Ez neked jött. Mi ez? Levél nekem? Tudsz valamit? Én semmit az én világon. Úristen. Ez a szalmakalapos férfi, Brazíliában. Ma nem érek rá kísérteni, de helyettesít barátom a hajdúsági BKM-ber. Aláírás a szalmakalapos férfi, utóirat is van. Ha-ha-ha. Ez a baromság. Nem irigyeljük kicsit se. Jó, én ezen túlteszem magam. Karcsi, megjött a Csodaverda hozzád, mit szólsz? Szóval se tudsz jutni, ahogy látom. Örülsz? Aha. Őszintén is lehetne. Igen. Mosolyog, látod. Rita, egészen kivirágzott a lábad. Hát tavasz van, nem? Szerintem az elején már... Én most meg vagyok bolygatva ebben a levéllel. Tehát az elején már szerintem adjuk át az ajándékokat, és utána András elmondja, hogy mi dolgunk lesz ma. Kata, mit hoztál? Megint egy kis ajándékkal érkeztem. Best Buy műszaki üzlettánctól. Szuper fényképezőgépet hoztam neked. Köszönöm szépen. Azt a mindenségét neki. Rita, mi van nálad? Én hoztam oxovitamin italt, sok szeretettel, illetve egy kis sportévés ajándékcsomagot, úgyhogy használt egészséggel. Remélem, hogy találsz benne sok-sok jó játékot. András, mit fogunk itt csinálni? Autózunk egy kicsit, egy jó kis szlalom, néha műgyanta, néha aszfalt, jobbra-balra, tempósan, élvezetesen. Ezt most mi a játék kedvéért fogjuk csinálni, de kurzuson ez egy nagyon jó kis ellenőrző gyakorlat, hogyan tudja a vezető összehangolni a precizitást a fürgeséggel. Jaj, ne félj! Nem lőj semminek neki? Nem. Na vád. Tessék? Semmi. Nincs eled. Tessék? Semmi nincs eled. Semmi, csak meg koncentrálok. Jó, koncentrálj. Mi ez a hajdúsági BKM-ber? Egyébként is. Ha hajdúsági, akkor mit keres Magyarországon? Te miről beszélsz? Szerintem te képzelődsz. Szerintem meg ti is a szalmakalapos férfi cinkosai vagytok. De jó, hogy így jó. A víza ablakára megy. Nem kell izgulni, mert nem megyek gyorsan. Azt hiszem, kimondhatjuk, hogy Rita nem feszegeti túl az autó határait.
Ez még talán sétakocsikázásnak is vérszegény. Tom, azt hittem neki megyek? Tudod vezetni is? Ja. Most próbálkozom. Szerinted jól megy? Aha. Köszönöm. Szépen lassan megyünk, hogy ne féljél. Nem félsz? Hm? Ahó, kacsi. Na. Olyat nem szeretnél, hogy forogjunk egyet? Nem. Nem? Jó. Ha nem, hát nem. Mi a kedvenc tantárgyad az iskolában? Matek? Földrajz? Igen? Jó buli volt. Bár Karcsika nem engedte, hogy gyorsan menjek, de hát remélem, ettől függetlenül egész életében emlékezni fog erre a napra. Minden esetre azért mentem gyorsan is. Sőt, többen ki is próbálták. Például vittem Erikát, aki Karcsit kísérte, Katát, Ritát, legalább Rita megtudta, hogy milyen az, ha az ember viszonylag tudja uralni az autót, mert ő nem. Aztán vittem Andrást, akasztották a hóhért, és nagyjából ennyi. A Csodaverdát támogatta az Árkád Budapest.